Ricsike, kelljél fel videót csinálni? Na, jó reggelt, fiúk, lányok! Richardka ismét jelentkezik. Mert úgy gondoltam, hogy most legyen ilyen random kis pofázós vlogocska, aminek szinte semmi értelme nem lesz. És most kicsit így választottam más hátteret. Tudod, menőzök monsterre, jó? Kaptam boltba. Na, hát amint érezhetjük, meg láthatjuk, hogy megint visszajött ez a gyönyörűséges picsarohasztó meleg. Jobban izzadok, mint Molnár Tresztejám. De valahogy csak ki lehet bírni. Ugyebár az alvásoknál szar ez az egész. Hogy beleízesz a takaróba, párnába, mindenbe. Jó, ne is beszéljünk inkább róla. Amiért így úgymond még be is jelentkeztem, az az, hogy a diákmunka lehetőség, ugye? A diákmunka lehetőség. Hát igen, kérlek szépen, srácok. Most a július folyamán volt egy durván három hetes melóm, és úgy volt, hogy még augusztusban is két hétig ezt fogom csinálni, amit csináltam ugyebár. Amit mondtam, nem tudom, lehet, hogy az előző vlogban elmondtam, de mindegy. Ja, biztos stúdióvilágítás, azt mondjuk. Na mindegy, hogy mondom, hát akkor minek keresek másokat, ha úgyis oda-vissza megyek, és akkor mondják, hogy hát, te fiacskám, csak két hétre szerződtél, mondom. Aha, és akkor a papíron miért volt az írva, hogy 77 ezer valamennyi forintot kapok, amiből ugyebár levonnak egy durva 25-öt vagy mennyit. Na, hát igen. Tavaly jobb volt, mert akkor egy hónapot voltam, és azt is kaptam, amennyit ígértek, hogy ennyit vannak le belőle, a normálából. Nem tudok beszélni, ne. Normál ár. Na, oké, király. És akkor ugye mondtam magamban, hogy akkor nem keresek, de most még mi van. Ugyebár most jelenleg még ebben a szaros kis 20-áig, ami hány nap, nem tudom. Ha most van 7-e, nem? Javítsatok ki a tévedek, 7-e van. Vagy nem, 6-a? Vagy itt tudom én. Tudjátok, megnézem most paracosan a gépemen. Igen, 6-a. Jó. Tehát akkor egy 14 napot dolgozhatnék durván. A Tesco-ban, mint árufeltöltő. Ez a mozgássuk. Igénytelen. Operatőri munka, mozgássuk a kamerát. Képzeletben. Na. Igen, és akkor dolgozottam volna, de hát azt írták nekem üzenetbe, hogy két hétre nem vesznek föl dolgozni, csak akkor, ha szeptemberben is mennék aktívan dolgozni. De hát nekem ugye ott lesz most szeptembertől egészen június elejéig a Jókai Színház, és nem hagyhatok ki, most hát nem hiányozhatok sokszor a színházból, mert akkor utána nem engednek majd vizsgázni. Ez a szar, hölgyeim és uraim. Na és akkor azért mondtam, hogy csak két hetet, nem az egész augusztus, mert én 20-át, vagyis hát 21-től nyaralok egy picikét. Egy picikét, egy ilyen 5-6 napot. Holott más már kim volt így a júniustól kezdve Olaszországba, Németországba, Spanyolországba, Ausztráliába, Afrikába, mindenhol, Egyiptomba. Jó. Nem ítélem el az olyan embereket, de akik megtehetik, azok menjenek ki, érezzék jól magukat, de kicsikét azért így is vagyok. Mi vagyok én? Krisztiánnak a utálója? Ki az így rád? Az ki? Te hogy irigy? Te! Hülyek köcsög, irigyek! Faszokó! Szóval irigynek lenni a másikra, nem? Az emberek főképp csak azért irigyek, mert tudják, hogy az nekik vagy nagyon későn, vagy soha nem fog az úgymond bekövetkezni, hogy ők is abban a dologban fognak majd részesülni, vagy
vagy, vagy tapasztalni úgymond. Közben, hát igen, én egy tróger kis város per faluba lakok, ezt itt most elment egy lovaskocsi. Nyitva hagyom az ablakomat, mert nem érdekel. Mondta is a Kimit Júgot, amúgy most teljesen sok-sok mindenről beszélek össze-vissza. Itt legalább látom, hogy mennyi ideje veszek. Hogy mondta, a Viki mondta, aki most a bekerült a Kimi Tube zsűriébe, hogy csupra legyen az ablak. Csupra legyen az ablak, és ne legyen semmi háttérzaj, ha videózok. Igen, és ez az Auna mikrofon, ez azért olyan, hogy kicsit azért felveszi a háttérhangot is. Bár nem figyeltem, hogy mennyire veszi föl. De azért az én hangom jobban hallatszódik, nem tudom, hogy most ilyen távolságra van tőlem a mikrofon. És ahhoz képest, ahogy látom a mutatót, most is kiugrott kicsit a hangom! Igen. Tehát azért mondom, hogy ez annyira nem probléma, mert nem Budapesten vagyok, hogy állandóan üvöltsenek a kis tinédzserek, meg menjen a sok-sok kocsi, meg villamos, meg metró, meg stb. Minden. Tehát itt nincs olyan nagy zaj, egyszer-kétszer elmegy egy kocsi. Most például csendben. Na. Amit nem fejeztem még be, ugyebár a munka, hogy hát ez lesz majd a 24-től egy kis nyaralás, aztán meg szeptember első hétfőjétől vissza megint a színházba, de nem napi rendszeressége, hanem amikor muszáj lesz bemenni, ugyebár. Mert ezt ne úgy képzeljétek el, mint egy iskolát. Ne úgy. Ne. Nem úgy kell. Úgyhogy én... Amíg tart, hogy... Ugyebár, ahogy mondtam. Tessék, színezzön be! Ja, dicsekedik itt a elfucserált fucserált videóimmal. Fújja a ventilátor a karom. Azért a gépes ventilátor, mert itt a gépecském. Most nem mutatom meg, mert nem akarok primitív igénytelen vlogot. Kivágások nem lesznek, mert minek? Legyen ez most hülyeskedős vlog, nem fogok itt vagdosni össze-vissza. Mert azért bevallom, néha lusta vagyok. De remélem, hogy a ti kedvetekre tudok tenni az ilyenfajta kis videócskákkal. Ja, hát igen, meg most elmutatom ebbe a videóba is, hogy számíthatok majd megint chatrouletre, mert az régen volt. Meg ugyebár még mindig él az a dolog, hogy csinálna, hogy küldjetek videót, hogy amire tudok reagálni. Mint a... Mit baszott mérés? Bár ez nem volt annyira rossz, de azt már elmondtam annak a videónak a végén. Ja, meg most gondolkozok, hogy összeírok egy listában. Ilyen kihívásos videók, vagy kihívásokat, tudjátok, hogy van ez a... Mit tudom én... volt az Ice Bucket, most is meg lehet, hogy csinálni, de az már... Elfuserált egy... Na, már megint ezt a szót mondom, mindegy. Szar. Most hát már kiment a divatból. Fahely kihívások, mit tudom, hát még talán... De hát mi nem nagyon tartunk itthon fahelyet, mert nem szoktuk enni tejberizs és két tejbegrizst. Érted? Na, úgyhogy... Gondolkozok a kihívásokon. De ezért nem fogok meginni, az biztos. Mennyit? 3 liter tejet? Hülyék vagytok? Vagy más liter? Nem tudom. Nem tudom, hogy van. Én a tejet annyira nem csipázom, de... Mit tudom én... Ritkán megiszok egy kakaót, mit tudom én... négy havonta? Ez kész. Annyira nem, én nem szoktam tejet inni. Én régebben mindig teás voltam. Jobban ittam a teát. Tesóm az, aki imádja a tejet, főképp úgy, hogy kakaó, sőt a kakaót. Én nagyon szeretem a tejet. Ja, hát igen. Ja, tényleg, aha. Ja, most ugrott be, hogy az melyik videó az a... Hogy volt az a csávó, az a szemüveges csávó, és akkor így mondta, hogy... Nagyon szeretem a tejet. Igen, és a kakaót is? Azt is. Azt akkor ennyi. Jaj, ha. Na mindegy. Most kicsit ilyen, nem tudom, ilyen hülyéskedős kedvemben vagyok. Most elmehetnék csavargyározni mindenhova össze-vissza, de én sose voltam az ilyen meleg időknek a nagy íve meg imádója.
Én mindig azt mondtam, legyen ski, legyen 25 fok maximum nappal, és 15 fok minimum, vagy 10. Azért jó a nyár ugye már. És hát ezért szar a nyár, mert most nem fogsz venni, vagy 500 ventilátort, azt így fújni magadat vele. De télen meg ugyebár ott a tűzifa, vagy a, mit tudom én, kandalló kája, konvektor, de hát ugyebár az is, az meg nagyon sok pénz. De az áram se ingyen van, egy helyén. De hogy felmegy a hang? Jó, hogy mert maxon van, de hülye vagyok. Na mindegy, hát ezt majd megoldom. Nem lesz olyan hangos a videó, úgyhogy nyugodjatok meg, gyerekek. Na jó van, mert 10 és fél perce veszek. Úgyhogy kb. Ennyit, amit kb. Így felhoztam most random témákat, remélem, hogy izé nem mutattalak titeket nagyon, meg ha egyáltalán végignéztétek ezt a videót, annak. Nagyon örülök, köszönöm így szépen. Ha tetszett, akkor ugyebár nyomjatok egy likét ott lent. Így kell mutatni. Mert itt van a like. Ahogy nézitek majd a videót, akkor úgy lesz a like. Tudjátok, most így elképzelem. Igen, hihi. Na, meg ugyebár piros feliratkozás, subscribe, vagy feliratkozás, vagy subscribe, vagy feliratkozás, vagy fejezd be. Na, akkor jó, legyetek. Majd jelentkezem. Nem tudom mikor, nem ígérek semmit. Na, császtok.